Átvesszük mai hősünk Richard a parti őr munkáját. Több mint 18.000 kilométer partvonal van az Egyesült Királyságban. A parti őrség olyan helyeken is adhat orvosi segítséget, ahová mások nem jutnak el. Richard az egyike a 3500 önkéntes parti őrnek, és tagja a Midway-i sármentő csapatnak. Úgy gondolom, a veszélyes rész kint van a vízen. Mi a baj a sárral? Ha átmész például ezen a sártengeren, ami nedves és iszapos, olyan, mint a futóhomok. Minél jobban igyekszel, annál jobban elsüllyedsz. Lehet, hogy első segélyre is szükség van a helyszínen. Igen, ha valaki sokáig odakint van, hipotermiás lehet. Ha süt a nap, akkor kiszáradhat. Richard megmutatja a felszerelést, például a különleges cipőt, amit sártepsinek hívnak. Járás közben szétterpeszkedik, hogy könnyebben járjunk a sárban. Olyan, mint a hótalp, csak sárga. Pontosan, ezt a két hordágyat is használjuk, amit magunk után húzunk, hogy segítsünk vele azon, akit ki kell menteni a sárból. Egyszerűen kihúzzátok? Nem, három módon lehet kiszabadítani őket, vagy ténylegesen kiássuk őket az egyik ilyen katonai ásóval, vagy ezzel a dárdával. A dárda vizet vagy levegőt lő ki, és kiszabadítja a beragadt embert. Készen állsz? Igen. 3, 2, 1. Láttuk, milyen fontos a parti őrség munkája. Embereket mentenek ki a veszélyből Nagy-Britannia partjainál. De mikor rajtunk a sor, hogy megpróbáljuk, vajon sima ügy lesz? Vagy lehúz a mélység? Beleragadunk a sárba? Oké. Most mi vesszük át a parti őrség munkáját. A kihívás. A feladat, hogy bemenjetek a sárba, legyetek koszosak, és mentsétek ki a bajba jutottat. Az egyik csapattagunkkal fogtok menni, Scotttal, és egy másik csapattagot mentetek ki, Sophie-t. És mi alapján dönt? Az első, hogy milyen jól mentek át a sáron. Remélhetőleg nem estek bele. Hogyan hozzátok ki a felszerelést használva, és meg tudjátok-e nyugtatni őket visszafelé? Szerintem a legkeményebb az lesz, hogy sárosak leszünk, de szerencsére van egy titkos fegyverem. Popsi törlő. Most nincs időnk szépítkezni, Xand. Vészhelyzet van. Jövünk, Sophie! Indulj, Chris! Ne ragadj bele a sárba! A járási technikája jó. Az a lényeg, hogy folyamatosan, de egyenletesen kell járni, nem verseny. Jól vagy? Jól vagyok. Szépen és gyorsan odajutott. Hogy vagy? Jól. Lássuk, milyen jól ássák ki Sophie-t. Nagyon sűrű és ragadós. Gyerünk, Chris, piszkold be a kezed. Lássuk, hogy használja Chris a dárdát. Ez egy. Egyik lába kint van. Jól csinálják. Segítek? Amint rajta van a hordágyon, Sophie-t biztonságban ki lehet húzni. De Chris, ne felejtsd el megnyugtatni. Ez fárasztó. Chris? Beszélnem kéne Sophiehoz. Hogy vagy, Sophie? Jól vagyok, kösz. Jobb későn, mint soha. Most, hogy biztonságban van a parton, én jövök. Indulás! Gyerünk, Sandy, lássuk, milyen fából faragtak. Ez nagyon-nagyon nehéz. Megmondtam. Hogy vagy? Minden rendben? Megsérültél? Jól megnyugtattad. Tudja, hogy érkezik a segítség. Teljesen kifulladtam. Kicsit nyafogós, nem? Lássuk. Beragadtál, igaz? Teljesen beragadtam. Jól van, kiszedünk. Már fáradt vagy, Xand? Az nem jó. Haladunk! Nagyszerű. Xand nagyon jól csinálja. Jól vagy? Érezteti vele, hogy biztonságban okay, van. Most az a gondom, hogy én is beragadtam. Jaj, nekem, Sand! Kezd el süllyedni! Már majdnem két sérültünk van, Sophie és Xand. Jól vagy, Doki? Igen, jó. Jól van. Jól vagyok. Jó tudni, hogy te is figyelsz rá. Xand, nem az a cél, hogy neked segítsenek. Kijutsz? Még sosem jártam ilyen nehezen. Az ítélet. Jöhet az ítélet. Sophie, gondoskodásban milyenek voltunk? Szerintem ez Xandnak jár. Igen! Mi? Nagyon megnyugtató vagyok. Scott, a sérült kiszabadításában milyenek voltunk? Szerintem egyértelműen Chris volt jobb. Igen. Mi? Várjunk csak. Chris nem ragad be.
Egy valakin múlik minden. Richard, milyen volt a technikánk a sárban? Mindketten egyenletes tempóban haladtak, míg te bele nem ragadtál. Ezért a szavazatom Chrissy.